A Gőzölgő Fesztiválon vagyunk, közel 15 kiállító, vagy 15 faházban közel 20 kiállító mindenféle forró és gőzölgő italokat és leveseket árusít. Azért hoztuk létre ezt a fesztivált, mert azt gondolom, hogy január-február eltelt, és az emberek kicsit hiányolják a karácsonyi vásárok után ezeket a fajta kimozdulásokat. Így elkezdődik ez a fesztivál szezon, lehet újra áldogálni kis faházaknál és jobbnál jobb italokat inni. Ez fönt itt egy gasztrofesztivál, tehát itt igazából nem akartunk a gasztronómiától elszakadni, de ugye alattunk van az Aquarium Club, és itt 4 napon keresztül elég sok és hangos zenei program lesz látható és hallható. Például ma este a Rotfront nevű német zenekar, illetve multinacionális zenekar lép fel. Holnap este pedig az Eric Sumo Bandnek lesz sajnos a búcsú koncertje. Minket csak meghívtak ide, hogy koncertezzünk. És aztán úgy alakult, hogy ez lett a zenekarnak az utolsó koncertje ebben a felállásban. Igazából nincs ebben ilyen tudatosság, hogy most az a kvázi búcsú koncert az itt kerül megrendezésre. Egyszerűen csak most jutottunk odáig, hogy ezt a döntést meghoztuk. És ez volt a következő koncert, és akkor mondom, hogy a következő lesz az utolsó. Mindenkinek folyamatosan voltak nagyon sok zenekarai, más zenekarai. És a leállásnak az is az egyik oka, hogy nagyon nehezen lehet egyeztetni a sok elfoglaltsággal bíró különböző tagságot. Többek között a csapatnak a nagy része a Péter Fibori zenekarában is játszik, ami most egy évig nem koncertezett, de áprilistől újra fogunk koncertezni, úgyhogy nem leszünk tétlenek itt a leállás után sem. Mondhatnám, hogy jelentős sok koncepció volt, és sokat gondolkodtunk azon, hogy a Gőzölgő Fesztivál alatt milyen zenei programok legyenek, de ez valójában nem igaz. Párhuzamosan és egy kicsit egymástól függetlenül kezdtük el szervezni a két rendezvénysorozatot, ami szerencsésen összekötődött. Nem gondolom azt, hogy egy gasztronómiai eseményhez koncepciódusan kellene zenei programokat válogatni. Nem tudom, milyen zenekarok fognak játszani. Én nem tudom, hogy milyen koncertek lesznek. Olvastuk, de nem emlékszem rá. Lesz valami Grillus Dorka és valamilyen együttesének a koncertje. Nem tudom még, mert csak az interneten néztem, hogy mik lesznek, de azok nem érdekelnek. Imádom azt a nőt, úristen. Van olyan fellépő, aki ez lehet kötni a Gőz gombócot? Erről nincsen információ? Szerintem van, mindenki szereti. Kóstoltad már?